A hazai tudomány eredményeinek bemutatásában kitüntetett esemény a Magyar Tudomány Ünnepe. Az MTA által 12 éve minden novemberben megrendezett országos programsorozat mindig egy központi gondolat köré szerveződik. A 2015 évi Magyar Tudomány Ünnepe a tudomány evolúciója, valós és virtuális világok címmel a tudomány, mint a jövő alakításának meghatározó eszközét kívánja bemutatni. Mi magyarok okkal lehetünk büszkék arra, hogy történelmünk során számos tudományos felfedezés és találmány kötődik magyar tudósok és feltalálók nevéhez. Hiszen a tudomány, mint annyi minden más napjainkban, versengés is egyben. Akié a felfedezés elsőbsége, azé az érdem és a dicsőség. A legnagyobb ellenfél ebben a versengésben azonban nem a többi kutató, hanem az ismeretlen. Az ismeretlen világ azonban végső fokon legyőzhetetlen ellenfél. Amint egy kis részét meghódítjuk, újabb kételyek és kérdések merülnek fel, és rájövünk, hogy nem sokat jutottunk előre. Dr. Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora elmondta továbbá, a tudomány legfőbb ismérve a szabadság, ezáltal a tudós feladata nem csak a problémák felismerése, megoldása, hanem kérdések, kételyek megfogalmazása is. Dr. Keserű György Miklós a központi gondolathoz kapcsolódva a valóság és a virtuális világok viszonyáról beszélt. A virtuális világ egyrésztről segítséget nyújthat a valós világ értelmezéséhez. Azonban a valós és virtuális világról, mint a valóság és képzelet viszonyáról, mint a megbízható információk és tévhitek világáról is beszélhetünk. A tudomány, mint a hiteles ismeretszerzés eszköze, az ilyen helyzetekben is segíteni tud. Ehhez azonban világos határokat kell húznunk a valóság és a képzelet, a tudomány és az áltudomány közé. Az MTA Természettudományi Kutatóközpontjának főigazgatója beszédében bátorította a jelenlévőket, elsősorban a doktori cím várományosait, hogy merjenek bátran, újszerűen gondolkodni, kérdezni, és alkalmanként megkérdőjelezni az elfogadott paradigmákat, így hozzájárulva korábban nem várt újdonságok megszületéséhez. Dr. Pósfai Mihály akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottságának elnöke felhívta arra is a figyelmet, hogy a tudományosság módszertanát nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ha valami fantasztikus eredményről olvasunk, ahogy főigazgató úr mondta, paradigmaváltásról, akkor vizsgáljuk meg, hogy az valóban a tudomány következetességével, módszereinek alkalmazásával születette, átmente a tudományos világ beépített szűrőin, a szakfolyóiratok bírálati eljárásán, a szakmai közvélemény kontrollján. Természetesen a tudomány sem tévedhetetlen, és forradalmak is előfordulnak benne, de a tévedések előbb-utóbb kiderülnek, és mint tapasztaljuk, a tudományos eredményeken alapuló eszközök valóban működnek. Az egyetemi, doktori és habilitációs tanács elnöke arra is figyelmeztette jövőbeli kutatótársait, hogy igyekezzenek minél többet azzal foglalkozni, amivel szeretnének, ne hagyják, hogy az adminisztratív és egyéb kötelezettségek elvegyék idejüket a valóban fontos kutatásoktól, és virtuális kutatóvá váljanak. Dr. Hancsók Jenő, az Ásványolaj és Széntechnológia intézeti tanszék egyetemi tanára Polinszki díjat vett át Porga Gyula, Veszprém megyei jogúváros polgármesterétől kiemelkedő munkájának elismeréseként. A Pannon Egyetem szenátusa Mérai László díjat adományozott Dr. Csován János Tibor, egyetemi docens, a mérnöki kar dékán helyettese részére, amelyet Dr. Gelencsér András rektor adott át. Egyetemi tanári kinevezést vett át Dr. Cornelius Laurentius József de Bót. Az elmúlt időszakban 5 doktorandusz hallgató teljesítette a doktori szabályzatban rögzített előírásokat. Fejes Lászlóné Utasi Anett a bio, környezet és vegyészmérnöki tudományok, Lippert Robert gazdálkodás és szervezéstudományok, Hegyháti Máté és Vakuja Gergely az informatikai tudományok tudományágokban szereztek PhD fokozatot. A Veszprémi Vegyészekért Alapítvány Polinszki Károly ösztöndíjában részesült Fertig Dávid és Nemes Evelin. A Menedzser Képzési Alapítvány Harsány István díját vette át Baumgartner János, Dobos Ágnes, Rádói Ágnes és Vozár Bálint.